Csabi, de mégis hogy látod, hogy melyik lenne jó? Nem tudom. Nem tudom, mert nem értem az egészet. Nem tud eldönteni? Nem. Január 31-ig van határidő, hogy mindenki döntse el, hogy most magánnyugdíjpénztáros lesz, vagy állami. Én most is azt mondom, hogy az állami szerintem sokkal jobb, mert akkor az ember számíthat azért olyan dolgokra, hogy talán kap még nyugdíjat. De éppen nem menjünk messzire, ugye itt volt ez a, ezt is a tévében hallottam, hogy volt egy magánnyugdíjpénztár, és több mint 100 milliárd forint veszteséggel zárt. Akkor így hogy fog a tagoknak fizetni, hogyha netalántán elmegy nyugdíjba? Hát ez nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom, ez az állam szerintem úgy fogja finanszírozni az egészet, hogy egy bizonyos fix összeget megállapít, és akkor azt megkapja. Hát azok bajban lesznek. Nem fognak túl tudni vonni a nyugdíjat. Én azt hallottam, hogy maga a nyugdíj pénzt elvileg el akarják venni, csak azt szerintem hát nem is tudok mit hozzászólni, mert... Nem értek hozzá. Csak láttam azt, hogy ezt is akarják, azt is akarják, de nem látom, hogy honnan lesz megfinanszírozva. Aki, hogy maga a nyugdíj pénzt ad, ha nincsen munka lehetőség, nincsenek az embereknek bevétele, akkor mi lesz? Mi lesz akkor, hogy a gazdasági válság... A gazdasági válság végén mi lesz, hogyha csődöt mond az ország? Akkor hova fog kerülni? Azt sem tudjuk, hogy ki fogja kezelni az egész rendszer, hova fognak befolyni a nyugdíjösszegek. Nem tudjuk, hogy ilyen... Kis messze alatt, hogy itt nekünk sem munkája? Vagy milyen jellemzőjét is elállhatom? Hát az, hogy ugye az emberek, ahol dolgoznak, csak az önkormányzat, ugye, mert nincs itt közelben semmilyen olyan lehetőség, hogy el tudnának menni az emberek dolgozni, meg hogyha van is, akkor ugye nem tudnak elmenni, mert olyan a közlekedés, hogy egyszerűen nem tudna bejutni a munkahelyét. És valami kilátás a jövőben? Ezt nem tudunk semmit sem. Most vagyunk itt, a fő munkáltató az önkormányzat, ahogy mondták, és várjuk a dolgot. Most te is ott dolgozol? Igen, én is. Hát ott fel. Hát munkásként. Meddig lesz a foglalkoztatva a hivatalon? December 31-ig, mert december 31 után megint változik az a törvény is. Úgyhogy most mindenki lesz, ahol december 31-el, de minden település és sokan ki vannak akadva, hogy mi lesz utána. Te szerinted nem lesz nagyobb így a bűncselekmény? Nem lesz a munkahelyek? Hát azt nem tudom, azt látom most, hogy a tűzifa, meg ilyenek miatt rendőrök egyből beisztek, nem vagy ilyen. Neked mi a véleményed arról? Teljesen döntik el, azt döntenek, vagy nem? Hát, hogyha börtönt akarnak létrehozni, meg hogyha abból akarnak tényleg az országot helyreállítani, úgy igen. Csak hogyha kiszámoljak azt, hogy mennyibe kerül egy ember a börtönbe, akkor lehet, hogy abból már meg lehet nekik venni a fát. Csak ezt is azok fizetik, akik dolgoznak, és az adójukból megy.